Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, sok várakozás után folytatjuk a Logitech-es sorozatunkat egy vadi új billentyűzettel, vagyis hát inkább billentyűzet párossal, amelyeket augusztus közepén leplezett le a vállalat. A Logitech-től megszokott minőséget kapjuk az új perifériáknál is, azonban mégis sikerült egy újabb szintre emelni az élményt, például a G513 Carbonhoz képest, az új G815 és vezeték nélküli társa a G915 abszolút a prémium szegmens képviselik, és ez az árukon is meglátszik. Egyből azzal kezdeném a bemutatót, hogy mégis miben különböznek egymástól. A történet végtelenül egyszerű és rövid, a G815 vezetékes, vastag, szőt borítású kábele van, illetve hátul van rajta egy USB port, hasonlóan a G513 Carbonhoz, pont ezért is van két vége a kábelének, ide pendrive-ot vagy mást lehet csatlakoztatni. Nos, ilyet a G915 nem kapott, ez ugyanis a vezeték nélküli, minden más ugyanaz, szóval nem is fogok külön beszélni róluk, hogy mégis milyen az egyiken vagy a másikon gépelni, vagy milyen használni, mert ugyanolyan, a G815 vezetékes, a G915 pedig vezeték nélküli. A videó további részében a 915-ről fogok beszélni. Kezdjük a kicsomagolással. A doboz elején már látható a design, meg hát itt előttem is, ami szerintem esztétikailag nagyon rendben van, a doboz oldalán pedig méretarányosan láthatjuk, hogy mégis mennyire vékony a billentyűzet. A dobozban a billentyűzet alatt csak van egy kábelünk, ezzel ugye tölteni tudjuk, ezt hosszabbítóként is használhatjuk, hogy a Lightspeed adapter a lehető legközelebb legyen a billentyűzethez, a minél kisebb, akár egy millisekundumos válaszidőhöz. A G915, ahogy mondtam, elképesztően vékony, mindössze 22 mm a vastagsága, a jobb oldalon a szálcsiszolt fém fedlapra gravírozták a típusjelzést, természetesen van kitámasztó is, ami két szinten állítható, mivel alacsony profilú billentyűzetről van szó, ezért itt talán fontosabb, hogy milyen szögből gépelsz. A hátsó felén van egy micro USB port, amin keresztül tölteni tudjuk, de ha leveszed az adaptert, akkor töltés közben gépre csatlakoztatva vezetékesen is használhatod. Apró lábjegyzet, hogy azért ezért az árért elvárható lett volna egy USB Type-C port. Ami kialakítás szempontjából elsőre nekem furcsa volt és kellett pár nap, hogy megszokjam, az a bal oldalon lévő G jelzésű gombok. A bal alsó gomb nekem eddig mindig a Control volt, és gondolom nektek is, így mindig ezt kerestem vakon, és ugye ez itt a G5, és sokszor el voltam csúszva emiatt, és ilyenkor persze teljesen mást írtam, mint amit akartam. Két hete használom a billentyűzetet folyamatosan, és pár nap alatt ezt meg lehet szokni, ezek egyébként programozható gombok, szinte bármit társíthatunk hozzájuk a Logitech G-Hub szoftveren belül, lehet az Windows funkció, makró, vagy akár Discord némítás. A billentyűzet három profil tárolására képes, ezeket M betűvel jelölik itt fönt. Minden profilnál lehet eltérő parancsokat adni a G billentyűknek, illetve az MR gombbal makrókat is tudunk rögzíteni. Van még itt fent négy dedikált gombunk, az első kettővel forrást tudunk változtatni, ugyanis használhatjuk Bluetooth-szal is a billentyűzetet, hogyha párosítod a mobilodhoz, akkor váltás után rögtön csatlakozik is, és használhatod például Messenger üzenetekhez vagy bármi máshoz, de akár laptophoz is párosíthatod, hogyha nem akarsz két külön billentyűzeten gépelni. A harmadik gomb az úgynevezett Game módot aktiválja, aminél különböző gombokat, például a Windows gombot tudjuk letiltani, a játék közben lenyomva ne történjen semmi. Az utolsó pedig egyértelműen az RGB világítás fényereit szabályozza, a legjobb üzemidő érdekében ezt érdemes alacsonyabb szinten vagy kikapcsolva tartani. A G915-ön van numerikus pad, illetve fölötte média vezérlő gombok, valamint van egy méretes, jól pozícionált és dizájnos hangerő szabályzó görgő. Ezeket persze mind-mind megkapta a G815 is. Na és akkor milyen volt használni? Ehhez először is nézzük meg magát a kapcsolót. A G815 és a 915 is háromféle switch-el kapható, ezek a Logitech saját fejlesztésű GL Tactile, Linear és Clicky kapcsolók. Én mindkettőt Clicky-vel kaptam, nevéből adódik a hanghatás is, jól hallható, de nem túl hangos visszajelzést kapunk a billentyű leütéséről, ennél és ahogy a többinél is 2,7 mm a teljes billentyűt és 1,5 mm-nél érzékeli a leütést. A billentyűt egyébként nagyon könnyű lenyomni, a vezeték nélküli mi voltja ellenére responszív, és ennek az alacsony profilnak köszönhetően rendkívül kellemes rajta gépelni, de játékok során sem hagy cserben. A Logitech oldalán egyébként meg tudjátok hallgatni a Tactile és a Linear kapcsolók hangját is, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy azok milyenek.
A Logitech G Hub szoftver, ahogy mondtam korábban, itt is rendelkezésre áll, a billentyűnkénti RGB háttérvilágítást kedvünk szerint állíthatjuk, ezer és egyféle előre definiált effektus van, na jó, igazából összesen 9, a freestyle menüponton belül billentyűnként állíthatjuk a színt, illetve további 5 lehetőségünk van az animációk fülön belül. Mivel ez a billentyűzet is light színkes, ezért szinkronizálhatjuk a fényáradatot a többi kompatibilis Logitech termékkel. A program egyébként kijelzi a billentyűzet akujának töltöttségét, de a caps lock jelzője mellett van egy akkumulátor jelző LED is, ami pirosan villog, hogyha alacsony a töltöttség. Amikor megkaptam a billentyűzetet, akkor teljesen feltöltöttem, ennek már 2 hete volt, minden nap gépeztem, írtam a cikkeket, játszottam néha, és a 2 hét alatt csak egyszer kellett feltöltenem, úgy, hogy a fényerő maximális volt. A hivatalos adatok alapján a Logitech 30 órányi folyamatos használatot ígér 100%-os fényerő mellett, a töltési idő pedig nagyjából 3 óra. Ha a merülőben van, rádugod a gépre kábelesen, és ugyanott folytathatod a játékot, miközben töltődik a billentyűzet. Sajnos csak amerikai kiosztással kaphatók az új perifériák is, amiből csak annyi hátrányot származik, hogy nincsen hosszú I betű, ami nálam már a G113 Carbonnál is reflexből az Alt-Gr-J kombóval működik, de ennyi. A kupakok ugyanúgy cserélhetők, mint az eddigi mechanikus billentyűzeteknél is. A Logitech G915 engem maximálisan meggyőzött, nekem bejön ez az alacsony profilú billentyűzet, sokáig bírja egy feltöltéssel, és marha jól néz ki, bár ez szubjektív. Pontos megjelenési dátumról és árakról egyenlőre nincsen információm, a G815 kb. 65 000 forint lesz, a G915 pedig kb. 80 000 forint. Nos igen, elég drága termékekről van szó, de most jelenleg ez a csúcs kategória a Logitechnél, és a minőséggel és a felhasználói élménnyel sincsen probléma, bátran tudom ajánlani bárkinek, bár abban is biztos vagyok, hogy olcsóban is találtok vezeték nélküli mechanikus billentyűzetet, akár házon belül is, bár nem ezzel a kapcsolóval, de 40 000 forintért ott van akár a G613 is. Én köszönöm szépen a figyelmet, ez lenne a Logitech 2 új mechanikus billentyűzete. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok be a harangot, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!